Irodájában fogadta szerdán Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere Hamid Reza Nafez Arefit, az iráni iszlám köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. A találkozáson gazdasági, kulturális és oktatási kérdésekről egyeztettek a felek. Arról beszélgettünk, hogy milyen lehetőségeket látunk arra, hogy a két ország közti kapcsolat itt a térségünkben, a városokban hogyan érvényesülhet. Kiemelten a kulturális fesztiválprogramokról. Ugye nálunk Nyíregyházán minden évben van egy fesztivál, mert az egyik évben most az idén Kantebusz Nemzetközi Kórus Fesztivál lesz, jövőre ugye a Nyírség Néptánc Fesztivál, a Vidor Fesztivál az minden évben van, tehát ezeket beszéltük végig, én külön hangsúlyoztam, hogy a diákok mind a két országban, két térségben diákok kapcsolatát a jövő szempontjából is fontosnak tartjuk, és úgy is kezeljük. Az egyeztetésen konkrétumokat is megfogalmaztak a felek arról, hogy Nyíregyháza bevonásával hogyan mélyíthetőek el Magyarország és Irán kulturális kapcsolatai. Polgármester úrral közös tervünk, hogy iráni művészek megmutathassák magukat nyíregyházi fesztiválokon, és hogy ez fordítva is megvalósuljon. Ezzel is közelebb hozhatjuk egymáshoz a két ország kultúráját. A nagykövet az orosz-ukrán háború kapcsán hangsúlyozta, Irán és Magyarország is azt szeretné, hogy minél hamarabb véget érjen a háború. A diplomata emellett köszönetet mondott azért a segítségért, amit az első hetekben mutattak a magyarok. Hálásak vagyunk a magyar embereknek és a kormánynak a segítségért. Rengeteg iráni hallgató és számos iráni család Magyarországnak köszönheti, hogy biztonságban visszatért hazájába. A nagykövetnek ez volt az első látogatása Nyíregyházán, aki a nap folyamán a Nyíregyházi Egyetem és a megyei kereskedelmi és iparkamara vezetőivel is előremutató tárgyalásokat folytatott.